utolsó napi rendi pontunk, a piascsarnok önálló helyrajzi számmal történő feltüntetése a földhivatalnál. Tájékoztatom a képviselőtestületet, illetve a lakosságot is, hogy a peres eljárás a Redrescu Kft-vel folytatódik. Októberben elmaradt az ügyvéd úr betegsége miatt, január 22-ére tették át. A 22-i bírósági tárgyalás során bírónő felszólította a feleket, hogy közelítsék az álláspontokat. Az alperesnek kellett, ugye a felperes, hogy vegyünk, ki a felperes? Ő a felperes. A felperesnek rögzítenie kellett, hogy konkrétan mi az igénye az önkormányzattal szemben. Üzlethelyiséghez ragaszkodik a piascsarnokban. A kártérítési igényről lemondott, tehát egyszerre több minden igényt nem terjeszthetett elő. Úgyhogy ami korábban szó volt, hogy azt a 6 millió forintot meghaladó összeget térítse meg az önkormányzat a kiesett bérleti díjból, ez nem él a továbbiakban. A követelése vagy kérése, nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát a per tárgya az 63 per 7755 tulajdoni hányad a piac területéből, nem, ez az egész ingatlan területe. Ez nem lesz teljesíthető így, hiszen a telekalakítás során, amikor a piac pályázatot készítettük, akkor a Kóptól vásárolt az önkormányzat telkeket. A csere ingatlanra vonatkozik a megállapodás, tehát üzlethelyiségért üzlethelyiséget lehet kérni és adni. Úgyhogy ahhoz, hogy a végrehajtható legyen, a szerződésben, vagy előszerződésben, vagy megállapodásban, mert ezt mindenki máshogy értelmezi, a csere ingatlan, ehhez javasolt, hogy a piascsarnok önálló helyrajzi számot kapjon, és amennyiben a bíróság megítéli, mert azt még nem vizsgálta, nem nyilatkozott róla, tehát nincs ítélet, hogy a nemzeti vagyonról szóló jogszabállyal szemben adható-e üzlethelyiség, de ha mégis úgy döntenek, köszöntöm ügyvéd urat, és örülök, hogy ide érkezett. Most jutottunk oda a piachoz. Tehát abban az esetben, ha a bíróság azt az ítéletet hozza, hogy a csereszerződésnek tekinti a megállapodást, és kötelezi az önkormányzatot, hogy 63 négyzetmétert adjon oda a piac területéből, a legkevesebb érdeksérelemmel akkor jár a város, hogyha ténylegesen a csereingatlan és csereingatlan kap, és a piascsarnokban kapja meg a tulajdoni hányadot. És ott kerül majd kijelölésre az az üzlethelyiség, amire igény tart, de ennek feltétele, hogy a bíróság ezt még megítélje. Ennek az, ami előnye a város számára, hogyha önálló helyrajzi számon szerepel a piascsarnok, akkor maga a földterület, ami 7755 négyzetméter, arra már beleszólási joggal azt követően a Redrescu Kft. Nem fog rendelkezni. Tehát amennyiben ez a megosztás földhivatali eljárás keretében megtörténik, és a csarnok önálló helyrajzi számon szerepel, a bíró előtt megnyílik az út, hogy erre vonatkozóan akár ítéletet hirdessen, hogy az önkormányzat köteles 63 négyzetméter, mi meg végrehajthatóvá válik. Tehát ez részünkről úgy gondolom, hogy egy olyan lépés, ami arra utal, hogy segítsük, hogy a megállapodásban foglaltak teljesíthetőek legyenek. Tehát ne érje az a vád az önkormányzatot, hogy mi csalunk, becsapunk, nem hajtjuk végre, etikátlanok vagyunk, és az összes többi. Az előterjesztéshez feltöltésre került az általam a kincstárnak elküldött levél, hogy mikortól van-e arra egyáltalán lehetőség, hogy pályázati forrásból megépült piascsarnokban üzlethelyiséget adjunk. Erre megjött a válasz, hogy az irányító hatóság november, tehát 2018. november végén hozott döntése alapján mi teljesítettük a vállalt kötelezettségeket,
és a fenntartási időszak az gyakorlatilag szeptember 19-én, tehát 2018. szeptember 19-én teljesült. Innentől kezdve, ha a bíróság azt mondja ki, hogy elidegeníthető, akkor oda nincs akadálya az irányító hatóság részéről, hogy odaadjuk a 63 négyzetmétert. A kincstár viszont a nemzeti vagyonról szóló jogszabályt nem vizsgálta, tehát nem is ez volt a kérdés, hanem hogy a pályázatnak a fenntartási időszaka letelik, mikor telik le, mikor lehet elidegeníteni. Erre vonatkozó kérdés az elment tavaly április 5-én, és a levél 2018. december, nem tudom, hanyadikán érkezett meg. Tehát mindenképpen szeretném, hogyha ez a rendezetlen állapot rendeződne, amennyiben köteleznek rá bennünket, akkor legyen lehetőség a 63 négyzetméter üzlethelyiséget odaadni, ugyanakkor a terület, ami a város egyik legértékesebb területe, az mentesüljön ettől a felépítménytől, végre lehessen eltüntetni, ne legyen vita tárgya, és a városnak megnyíljon a lehetősége akár parkolóépítésére, ha arról dönt, akár üzletházépítésére, akár magántőkebe, bármire, vagy pályázati forrásként tehermentesen tudjon pályázni, amitől a múltkor például nem tudtunk pályázni. Úgyhogy én kérem a testületet, hogy ezt úgy értékelje, hogy egyfajta előrelépés az ügyben, és mindenképpen egyfajta megoldási lehetőség arra, hogy az igényt, ami a felperes igénye, kielégíthesse a Bonyváros önkormányzata. Van-e valakinek kérdése? Hozzászólása? Nem látok ilyet. Következő tárgyalás március 7-én van, és addig, tehát ez, amennyiben most jóvá hagyja a testület, benyújtásra kerül a földhivatalhoz, ez egy folyamatban levő ügy, de ez nem fogja akadályozni a bírónőt az ítélet meghozatalában. Akkor fogadjuk el az önálló helyrajzi számon a piaszcsarnok feltüntetését. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomjon igen gombot, indulhat a szavazás. Tizenkét igennel elfogadta a testület. Köszönöm szépen. Amit még szeretnék elmondani, hogy ugye elég nagy port kavart, amikor augusztusban a bizottság elnökök egyeztettek Redressz Kft. Ügyvezetőjével, és ezt követően nyilvánosságra került a hangfelvétel testületülésen. Akkor kérték, hogy szerezzük be a törvényességi felügyelet állásfoglalását, mert kiosztásra került a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnak a levele, útmutatója. Erre hivatkozik a törvényességi felügyelet. A hatodik oldal közepét ajánlom mindenki figyelmébe. Igaz, hogy a hang személyes adat, de ami a testületi üléshez, bizottsági ülésekhez, képviselői munkához kapcsolódó valamennyi nyilvános jegyzőkönyv és felvétel készül, ahhoz nem kell sem a meghívott vendég, sem a képviselő, sem a bizottsági tagnak a hozzájárulása, az anyagnak a felhasználásához sem. Tehát, ha van egy közmeghallgatás, és itt mondom, felvétel készült, akár televíziós, akár hangfelvétel, és valaki nézőként vesz részt, még csak hozzá se szól, annak sem kell a hozzájárulása, tehát a hallgatóságnak sem kell. Az önkormányzatokra vonatkozóan más szabályok vonatkoznak. Tehát ami a nyilvánosság elsőbséget élvez, az adatvédelemmel szemben ebben az esetben. Úgyhogy szeretném, ha a kedélyek lecsitulnának, és nem megosztanánk, hogy képviselőasszonynak mondom, meg egymás ellen hergelnénk az embereket. A városra esküdött föl ez a képviselőtestület valamennyi tagja,
és a város érdekében közösen hoznánk meg a továbbiakban is, még a hátralevő időszakban a döntéseket. Én köszönöm mindenkinek a részvételét, jó pihenést kívánok, köszönöm a munkát, viszontlátásra!